Nos, szeretettel üdvözlök mindenkit a Signalis harmadik epizódjában, amit hát, hogyha valaki látta a második rész végét, akkor tudjátok, hogy boss fight-tal fogunk megkezdeni. Én azt mondom, hogy nyomjuk meg az X-et itt a kontrolleren. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk ezt legyőzni. Apa Lugerjevel volt még rakva autó. Milyen igaz. Volt ott egy kis humorfaktor Ganachi úrnál. Itt jártunk? 11. 22-e? Nem. 22. év az évezredben. Bocsánat, 11-11. Aha. 03-08. Aha, itt lehettünk. Szerintem a Surgery-nél voltunk, ugye? És hol voltunk? Szerintem itt. A File 1-es. Ez a legkésőbbi. Ja, igen, tényleg, és itt leugrottál, és kezdődött a boss fight. Az a fajta boss fight, amiről fogalmunk nincs, hogy hogy csináljuk meg, úgyhogy a storage-ban egy kicsit alakítsuk át a dolgainkat. A termite az lehet, hogy átégetni a boss-t. A stamprodot nem vagyok benne biztos, hogy használni akarjuk, vagy legalábbis fogalmam nincs, hogy most kellene használni, vagy sem. A repair spray, az tök jól jöhetne akár, az auto injector, az a halál esetén lenne használatos. Revolver amunk érdekes, hogy van, de revolverünk még nincs. Shotgunt én felveszem, és hozzávaló shotgun roundokat. Arra kell figyelnünk azonban, hogy tudod mit, viszek pisztolyammót is. Shotgun round, itt van minden. Arra kell figyelnünk, hogy azért ne pocsékoljunk sokat az ammóból, mert rohadtul nincsen sok. És jó lenne, hogyha nem is sebződnénk meg. Nem tudom, hogy mit kell tenni. Jó, figyelj! Azt fogjuk csinálni elsőre, hogy lemegyünk itt, és kiderítjük, hogy mi történik. Próbáltunk már előzőleg ránézni erre a bossra. Ez egy gestált dolgozó volt, szerintem egy humán. Vagy nem? Várjál, nem, mert teljesen... Teljesen random, hogy mi történik a... Áú! Megsebződtem. Mi történik a replikákkal? Van itt lenn muníció, hogy arról van a szó. Nem tudod ellőni magad előtt azt a szart? Totál X-es. És én nem tudom elképzelni, hogy nekem szarrá kéne őt lőnöm. Valamiért nem nehéz elképzelnem ezt. Nem hat rá, látod? Shotgun valahogy nem annyira. Nem lehet használni a stamprodot, ömlik a vér. Most lehetett meglőni? Most lehet meglőni? Megtaláltam. Oké, ott van az időablak hozzá. Stunolni nem lehet. Nem. Amikor így néha összeesi magát, olyankor lehet belelőni. Ez akkor nem lesz annyira nehéz, csak tudni kell, mikor mit csináljuk. Kezdődik. Mégsem. Pedig el kéne, hogy feküdjön. Nem jó. Lehet, hogy meg kell lőni. Közelebb lép, és aztán egy kicsit elborul. Ömlik a vér. Nagyon jó. Tök random, full random. Nézd meg, ilyenkor. A vége fele, aha. A vége felé van lehetőség. Kicsit kezdünk itt megmakkanni. Még jó. Ez már erős kaució, amiben benne vagyunk. Egy darab shotgun töltény. Újra kellene játszani most, hogy tudjuk már, hogy mit kell csinálni. Pisztolyt aktiváljuk, majd hogy felvesszük. Ilyet elhasználunk. Így.
nem jó. Eltalál mindenhol, minden majom el tud találni. De durva. Ezeket viszont ne lehetne stamprodolni. Igen, 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 ezeket meg lehet. Most a Bengale fekszik. Beszarsz. Nem mondod. Pisztollyal egyszerűbb volt, mint shotgunnal, de lehet, hogy az volt a lényeg, hogy beleeresztettem. Mint húsból vagyunk, ez volt odaírva. Ez kicsoda? Ez Adler, adminisztrátor modell. Egy látogató mondja. Üdv a létesítményünkben. Valamit kiástak. Az volt odaírva. Hát, nem a legszerencsésebb időben jöttél. Hogyan segíthetek neked? Mi volt a megoldás? Türelem. Gestáltot keresem. Vagyis egyet keresek gestáltok közül. Az emberek közül ugye egy dolgozót a létesítményben? Hadd nézzem azt a képet, mondja. Alina Seu. Azt hiszem, hogy igen. Ő az egyik a dolgozóinknak, ha bár... Ne! Nem lett volna szabad visszatérned. Ne már! Hív engem odalentről. Egy isten dala, ilyenek voltak odaírva. Igen, a visszatérni az érdekes. Érdekes, ezek szerint nem először vagyunk itt. Amikor fent voltunk a shuttle-lel, akkor úgy tűnik, hogy nem volt sikeres a... Azt olvastuk ugye, hogy a gestalt az, amelyik vezeti a hajókat, ő a tiszt, aki irányítja a robotot, a robot csak karbantartást végez. Tökre el tudom képzelni, hogy elmenekültünk innen, és az ember tisztünk... de nem, hát ő meg eltűnt. Akkor nem tudom. Na mindegy, ez majd kiderül. Szevaszem hajnal, mi a helyzet? Bocsánat, elnézést. Visszamegyünk a menübe, mert egy kicsit túl sok mindent pocsékoltunk ellenére a fightnál, kicsit jobban átgondoljuk. Lezuhantunk valószínűleg menekülésnél lelőttek. Aha, én is erre gondoltam. Hát vagy lelőttek, vagy megpróbáltunk elmenekülni, de nem sikerült. Én erre tudnék gondolni. Elnézést, amiért újra csinálom, de eddig a játék bizonyította számunkra azt, hogy hát nagyon kevés a muníció és a HP mindenütt, úgyhogy nagyon óvatosan kell itt akciózni. Ráadásul minden, ami ott van a boss arénában, azt mindet fel kell vennem. Én szerintem ki fogom venni itt a ládából a pisztolyammút. Minden más szerintem lesz odalent, úgyhogy egy kicsit most okosabban. Ó, beakadt oda, hogy... Beakadt oda Izának a felirata? Jaj, ne! És akkor hogy fogjuk onnan azt eltüntetni? Jaj, ne! Az baj. Akkor lehet, hogy a desktopra kell visszamennem. Mert ez most már ott marad örökre. Jó, biztos, hogy nem gondoltak arra, hogy lesz valaki olyan csicska, aki pont a cutscene alatt fog kilépni a játékból. Az én voltam. Elnézést kérek, mindjárt kezdjük még egyszer. Akkor a Signalisra rányomjuk a play gombot. Bocsi, bocsi, bocsi. Nem hajnal nyomta izét a Skyrim-et? Aha, jégkoszorúban. Súnyi ijásszal játszik, biztos lehetsz benne. Mindenki ijász játszik, kivéve én. Tiszta csicskának érzem magam, amiért én a mágusommal megyek harcba. Megnyomjuk a folytatás gombot és már is. Nézzük, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűbben is elverni. Mindenünk megvan ez a harchoz, kivétel a muníciót. Többit majd összekaparjuk valahogy. Miért maradott egy darab pisztolyammó? Ez tök fura. 20-as stackekben lehet tárolni?
Láttalak már ijászkodni? A Skyrimben? Ez annyira királya, hogy a Mina modell elkezd dömleni a vér, lecsukódik a... Ez a bányász. Szerintem ez egy bányász izé. Hát... Valami öltözék. Lecsukódik és akkor tudod, hogy belül vér van. Itt van 2 Reaper patch. És újra tölt, én már közben veszem fel a dolgokat. 10 darab shotgun round. Akkor lehet, hogy hoznom kellett volna a socit. De ez miért kell ott fel ilyenkor? Ez miért kell fel? Nem tudok több. Hoppá, meg vagyunk. Ez szerintem ez nem volt rossz. Jónak nézett ki. Au, viszont most el is talált. Nem tudom, hogy a Stamp Rodot elhasználhatom-e biztonsággal. Elfeküdhetné, felkelt a másik, akkor a Stamp Rodnak nem volt értelme. De muníciót nem bírunk el. Addig jó. Elborult. Megvan, megvan, megvan. Ez nagyon jó volt, csak milyen kár, hogy ott maradt a 2 muníció fent. Ezt akkor most kénytelenek vagyunk még egyszer így megnézni. Mindannyian a húsban, húsból lettünk. Micsoda? Ezek a német feliratok nagyon össze tudják zavarni szinte még az angol nyelvterületről érkezőket is. Látogató, mondja Adler. Üdv a létesítményben még egyszer. Ő az, aki el fog minket árulni. Odáll a másik lift akna mellé. Gestáltot keresünk, mondjuk neki, annyira király a képi világ, hogy összefosod magad. Megmutatjuk neki a képünket, amit lehet, hogy vissza sem fog adni, ugye? Alina Seu, és nálunk van a kártyája is. Miért mondja azt, hogy nem lett volna szabad visszatérned? Ajjajjaj. Vörös szem az égben. Egy álom, ami eljön? Valami ilyesmik voltak odaírva. Tipik japán iskola. Osztálytermi berendezés. Biztos elaludtam, amíg várt Amerikáról. Már hazament volna nélkülem? Kérdezi Isza. Vagy Iza? Oké, ki akartunk venni néhány könyvet a könyvtárból együtt. Meg kellene néznem, hogy ott van-e még esetleg. Inkább amerikai, azt mondod? OS 3D, wow, FPS. Na hát. First person, első. Mi? Nem, belső nézetből tekinthetjük meg az osztálytermet. Pedig amikor legutóbb a ilyesmivel játszottunk, akkor az inkább nézett ki úgy. Mi is volt az? Nyam nyam. A Detention? Talán ez lehetett a játék címe. Hú, de jó játék volt az. Ez mi? 5-15-ben nem mehetsz be. Milyen rendesek, hogy nem zárták ránk az ajtót. Itt ez vér. Aha, jó. Az lesz az otthon, de először mi Erikát akarjuk megkeresni. Tök érdekes. Olyan, mint hogyha apró pixelekből rakták volna össze ezeket a tereket is. Mármint jó, persze mindent úgy csinálnak, de érted, hogy mire gondolok. Ez egy osztálytelen iskola, sok különbség nem lesz. Aha. Rodfront Sektor C. Mi ez a Mandelbrot Polytechnical High? Ja, ide járnak, aha. Aha, tilos a rohangálás. Biblioteka, az minden bizonyra könyvtár lesz.
benézünk az ajtón. Kik azok, akik bántják ezt a lányt? Ó, biztos csomó üzenet van ott elrejtve. Magunkhoz térünk. Itt sokan estek már le, úgy tűnik a lift aljába. Oké, készen állok. Az ötösre jöttünk le. Azt hiszem, hogy a négyesen kellett, hogy legyünk akkor ez alapján. Ide egy kulcs kell. De bejöhetünk. Meg kell nézni, hogy mi az, amivel rendelkezünk. Hoppá, ez érdekes. 800 watt, 230. Ez egy matematikai puzzle lesz. Itt biztos vannak ellenállások. Biztosítékok, meg valami, nem tudom még. Ide kell fuse. És ez mi? Ez meg egy ilyen kis... mindenhová fuse kell. Jó. Hogyha lesz egy fuse-unk, visszajövünk. Hármas a lift, ezt onnan egyet le a víznél. Most a liftaknál van, de az ötösbe. Nem a víznél mentünk le, mert a víznél a másik szobában felmentünk a létrán. A négyesre ugrottunk le a bosshoz. Onnan lökött le. Tehát nem is vágom a csávótól, hogy milyen... Ha csak nem itt annyira veszélyes minden, hogy az öl meg. De szerintem egy emeletnyi zuhanásban egy ilyen droid nem hal meg. Azt mondja, hogy... Ez valamilyen körbe-körbe menő paternoster liftrendszernek a motor berendezése. Oké, ezt majd a fuse-zal tudjuk akkor ezek szerint működtetni. Itt vagyunk a mentőszituban. Repair spray, ez nem lehet nálam. Várjál, gondoljuk ezt, hát töltsünk újra. Mi az, amit magammal kellene vinni? Tök örülök neki, hogy a shotgun roundokat azokat sikerült kimenteni. Pisztolyamú, az rendben van. Repair patch, hogy állunk? Mert azt hiszem, hogy egy lövést benyeltem. Na, teljesen jól. Akkor a repair patch-eket elrakjuk, a stamp rodból még megmaradt egy. Auto injectorból van kettő pisztolyamút, felveszem. Jó, és mennyi amom van? 13, 23, bőven elég, a revolver amót lerakom. Rosszra kattintottam, ugye? Fene tudja. De mindegy, most már ez így jó lesz. Termájtot elvihetem magammal, hogyha lesz olyan enemi, ami esetleg nem akarom, hogy az utamba kerüljön, de talán mégiscsak jobb, hogyha itt hagyom. Egyőre legyen nálunk. Nézzük meg, hogy miket találunk itt. Még többet abból. Várj, micsoda, nem vette fel? Nem bír el többet. Megvan a kulcs, a karbantartó kulcs. Kis karbantartási rajz. Repair spray. Ezeket mind elrakjuk. Inkább a ládában legyen, mint itt szan a széjjel. Azt szembe raktam egy stamp rodot. Jó, akkor ezt is tegyük be, és akkor vegyünk fel innen egyet viszont. Így már elfér. Jó. Bocsi, hogy itt szórakozom ezzel. Ez a kulcs kell, ammó kell, ez még kellhet, stamp rod. Az megy equipre. Készen állunk. Nyomunk egy mentést a boss fight utánra. Sajnálom, hogy ott maradt néhány dolog az arénában, de megpróbálunk anélkül túlélni. Nézzük, hogy van-e valami itt még. Az alsó kettő... után már csak jobbra tudnánk elmenni, ugye? Fuse box, jó. Ki lehet ezt nyitni ezzel a maintenance key-jel? Igen. És mi van itt jobbra? Itt nem mehetünk tovább. Hát akkor egyértelmű az út. Csak balra tudunk itt most menni. És itt le kell mennem egy létrán? Aha, érdekes. Ez már a hatos szint, és még lentebb lehet menni. Ő, ez nagyon para. Nézd, mennyi hullalóg onnan ki. Azt a vides mindenit. Tudod, milyen a vicces, hogyha ráhívnánk a liftet egy kicsit föntebbről, és így összetrancsírozna itt mindenkit, és szétfolyna a vér itt. Wow. Ez mi? Postbox key required. Pont, pont, pont. Most mi van? Kis ammó, az jól jön. Igaz, hogy csak három darab, de még mindig jól jön.
Látszik, itt nem mehetünk tovább, de lehet látni, hogy ott alul vannak fontos dolgok. Úgy látom, a vörös keresztes szobába lehet tovább menni. Visszatérni. De most ezt miért mondod? Ismételgeted magad. Ez egy visszatérő üzenet nálad. Ide a izé kell a... Mondjátok már, melyik az az állat, a huhogánynak a kulcsa. Revolver? Hát azt köszönöm szépen. Az egy mérges jegyzen. Most már aztán hivatalosan is beteg vagyok. Mármint, hogy belefáradtam az eulékba, akik a szomszédban laknak. Áldon azt a hülye dalt hallgatják, megállás nélkül. Mióta a zongora szobát lezárták, hogyha még egyszer meg kell hallgatnom, akkor átmegyek és szétverem ezt a barom ifjúket. Darabokra verem. Következő oldal. Kíváncsi vagyok, hogy volna egy út, hogy kölcsönözzünk egy kulcsot, hogy bejuthassunk a szobájukba, és véget vessünk ennek az őrületnek. Nem érdekel, hogyha megtöröm a karantént, hogyha ez azt jelenti, hogy soha nem hallom többé ezt a dalt. Aha. Kezdték megőríteni egymást az emberek. Mármint az itteni robotok. Itt sokan vannak. Hárman vannak előttem. És ez micsoda? Replika Overview. Star. Uh-huh. Tehát van egy csillag nevű replika is. Ő a biztonsági mérnök. Egy őr tulajdonképpen. Starling. Aha. És a golyóknak ellenáll az armor platingje. 220 centi magas. Ez a Protector modell, standard modell. Protectort már láttunk, vagyis hogy hallottunk már róla a fentebbi szinteken. Oké, okay, hosszabb lábaik vannak. Minden, vagyis hogy... hát kecsesen, kegyesen tornyosulnak a gestátok fölé a sztár egységek. A durva páncél ellenére gyorsan tudnak mozogni a hosszú lábaikkal. Szóval, hogy mivel ilyen hidegen viselkednek, gondolkodnak, hideg fejjel, azzal tudják analizálni a szituációkat, objektíven analizálni, és útnak indítani azt az erőt, amire szükség van. Közel harcban lettek ők kiképezve, meg mindenféle tömegosztató technikát ismernek. Kisebb csapatokban működnek a legjobban, amit egy tiszt sztár egység vezérel, akinek ballisztikus pajzsa is van még. Ajjajjaj, de mi a szart csináljak? Ezek itt állnak elég sokan. És volna más módszer? A cleaning roomból elmehetnék. Hát ez az egyetlen ajtó, amit kipróbálhatnánk. Talán revolver kellene ehhez a melóhoz, de revolvere meg nincs. Bújjon. Bujan will burn. És ez micsoda? Storch. Ezek szerint ez meg egy másik modell, ugye? STC-jel. Ja, ez az izé. Ő szintén egy ilyen biztonsági technician. Ide csak akkor mehetek be, hogyha azt ott megoldottam. Hát ez így aztán... Erre nagyon kíváncsi vagyok. Vagy még mehetnék egyen lejjebb is. Van a lehetőség, emlékeim szerint a hetedik szintre is lemászni. Nem tudom, melyik lenne most a jobb, de megnézzük a hetest is akkor. Kíváncsi vagyok, hány szintből áll ez a létesítmény. A hetesen még jobban lehet lejjebb mászni. Ez a másik oldalról nyílik majd. A nyolcas. Ez is a másik oldalról nyílik. Ezek itt felhőkarcolók, és a tetején egy ilyen sima hajó van. Rotfront. Ez egy remény a jövőre. Mi a fene lehet a rot front? Nem lehet, hogy rőt. Nem lehet, hogy valami vörös front. Lehet, hogy ez is német. Sok hulla mi lennénk, mivel csak robotok vagyunk, és csak áttesz egy másik testbe, ezért van sok hulla a liftbe szerintem. Egy város, ott volt a gimi? Nem tudom. Lehet. Hát úgy látom, hogy muszáj, hogy harcba keveredjek azokkal a rohadékokkal. Na de mi fogja őket ott is tartani, ahol most vannak? Ebből a baj lesz.
Hát egy shotgun kellett volna ide. Mindegy, jó, ez így megoldjuk. Ez itt van előttem. Nem, ez egy tükör. Egy tükör van ott. Ah, oké, akkor itt felmehetek idáig. Reaper patch-et azt felvettem, ott van valami balra lent. Úgy néz ki, hogy ide bemehetek. Ez így király. Viszont rohadtul nem látok itt semmit. Ott van valami. Fogd meg! Jó, akkor ne. Elég jó. De nagyon kellene ide villany vagy valami. Ez mi? Reaper patch. Oké, még egy kis gyógybigyó. És ha bemegyek ide, jó, sötétbe úgy látszik, nem nagyon tudok bemenni. Vagy mégis? Hát ilyen torkol a tűz a barátom ennél a résznél. Hú, sötét van, nem látunk semmi. Jézusom, valami megtámadott, te hülye. Áú! Áú, te majom! Menjünk vissza. Valami nagyon jön. Nekünk már el! Várja, gyorsan. Kaucióba bementünk, úgyhogy a Reaper patch-ek közül elhasználunk egyet. Ez még belefért, talán. Túl sötét van, és amiatt nem tudunk ott bemenni. Tehát az a magyarázat, hogy nem tud kinyitni az ajtót, mert túl sötét van. Épp lassan menjünk akkor a lenti ajtóhoz. Az a ballisztikus shield, az nagyon nagy para. Azt nem is vágom, hogy hogyan lehetne elverni. Most érkeztünk meg ide a lenti részre. Még egy Reaper patch. Ez a fénynek a problémái. Aha, tehát hogy meghibásodott a világítás. A nemrégiben történt incidens miatt, ami egy bizonyos Starlinggal volt kapcsolatos, akit inkább nem szabad megnevezni. Átállítottam az ajtókat, hogy szükséges legyen hozzájuk látható fény, hogy kinyíljanak. Ezzel remélhetőleg a nem működő Cader personnel. Mi ez a Cader? Ez nem tudom, hogy mit jelent. Tehát, hogy a személyzet nem tudja magát veszélybe keríteni azzal, hogy sötét szobákban mászkálnak, és így meg tudjuk oldani a fény problémákat is. Mi van? Ja nem, amíg a lightning, tehát hogy a fény problémákat amíg nem oldjuk meg, addig senki nem keveri magát balhéba. Aha. Hogyha téged is kijelöltek egy ilyen javítási feladattal, tehát hogy neked is adtak javítási feladatot, akkor emlékezz, hogy egy flashlight modult kell ekvipelned, szóval az ajtók úgy majd beengednek. Kérdezd meg Adlert. Ó, még idő előtt, hogyha egyre szükséged lenne. A 8. emeleten található. Hmm. 8. emeleten, de én Adlert fent láttam. Ó, szarás. Nyugodom. Az baj. Hát akkor most már menjünk. Nyilván minden belém akad. Kell nekem ez? Kell, igen. Az fáj. Uh-huh. Ez nem volt így jó. Nem volt túl okos. El is vérzünk a francba. Idővel felgyógyítna, de hát ez... Ennek nem így kellett volna történnie. És még mindig jön. És még mindig nyomja. Ide meg valamilyen kulcs kell. Borulj már el valahogy. Átmentünk totál kauciósba. Megvárjuk, hogy mennyit gyógyít. Az ott micsoda... Van még egy Reaper patch. A játék tudta, hogy itt bajba fogsz kerülni ezek szerint. Uh-huh, a Paternoster rendszer nem működik. Jó, de meg kellene találni a módszert hozzá, hogy kinyithassuk. Ezeket meg ki kéne égetni, hogyha itt többször kell mászkálnom majd. Bemehetünk ide lentre. Pont ezt nem találtam meg. És le is lehet ugrani egy szinten lentebb. Danger. Nem a legkirályabb. Stamprodot felvettem. Azt hiszem, hogy abból van is nálunk, ugye? Uh-huh, 2 Stamprod. Jobban jártam volna, hogyha lesztánolom őket. Lehet, hogy a nagyra kellene egy kis termitet nyomni. Ja, szerintem erre a bengára rányomom.
Az ott jó lesz. A kisebb nem olyan nagy para. A nagynak ez szerintem tetszeni fog. Revolver ammóból van ám 2. Tiszta ammó mindjárt elfogy. Szobája van a 8-on. Igen, mi most a 6-oson vagyunk, ugye? Igen. Oda nem mehetsz be. És minden ajtó zárva. Jobbról jöttem. Hát itt pedig akkor le fogunk ugrani egy szinten lentebb. Lehet, hogy lent is meg lehet oldani a Paternoster valamit? Ez itt az ARA modell. Csomóféle modell van. Aha, ez a minden feladatra használható javítómunkás ARA modell. 10 mm-es muníció, ajajajajaj. Takarodj el onnan? Jó, nem tudtam már mit kezdeni ezzel, muszájból. Oh, fuck me! Még a shotgun roundok is jönnek. Na most vagyunk tele olyan cuccal, ami király, hogy van, de nem jó, hogy most van nálam. Ettől elhasalsz. Igen. Nem mehetsz tovább. Nem is kellett volna ide lejönnöm. Itt kellett volna leugrani a lyukba. Második generációs olcsó. Titániumban megerősített polietilén. Váz, biomechanikus, 185 centi magas. Ezek a worker bees, tudod, ezek a munkás méhek. Van ilyen kifejezés? Hát a méhkaptárban, tudod, akik a melót látják el. Dolgozók? Ja, azok, igen. Bocsánat, helyezkedem. Szóval ez az egyike a korábbi replika dizájnoknak, terveknek. Egy egyszerű, de hatékony ARA. Ebből csinálták a legtöbbet, a mai napig ebből készítették el. Ezek az erős és keményen dolgozó egységek tökéletesek a munkára, a építkezésről, a gyártásról, vagy a ipari területekről van szó. Nagyon sok helyen a nemzetünk keresztül, nem. Tehát, hogy szerteszét a nemzetünkben nagyon sok helyen már a gestált, tehát az emberi dolgozókat, őket lecserélték ezekre a modellekre. Például a klímaformingben van. Mi az a klímaforming? Az a környezetvédelem? Meg az Explosive Ordnance Disposal. Tehát a robbanószerektől való megszabadulás. Aha, visszarészet gondolom. Még mindig dangerban vagyok, úgyhogy talán még egy repair patchet jó lenne elhasználni. Leugrunk egy szinten lentebb. Hoppá. Ez Adler. Attól tartok, hogy a parancsnok nem... parancsnoknak nem nagyon lesznek látogatói ebben a... mostanság. Lehetséges, hogy én is segítségedre lehetek, mondja Adler. Itt van Iza. Te ki vagy? Én vagyok az adminisztrátor. Szerintem az adminisztrátor az ebben az esetben a fő-fő. Valami, tehát az igazgatója ennek a létesítménynek, ugye? Jól sejtem. Kérlek, nem kell, hogy aggódj. Én csak azért vagyok itt, hogy segítsek, mondja. Ez a múltban történhetett? Erika. Egyikünk sem... választotta, hogy ide kerüljön. Még egy kis muníció. Ott van valaki balra. Igen, ott áll valaki. Jó, oké, 10 töltény, meg még 5. Ez micsoda? Ez egy repair spray, aminek nincsen helye. Az baj, hogy az ott áll. Én inkább nem piszkálom. Nem tudom, miért nekem rohadtul bejön ez a játék, komolyan tök élvezem a vele való játszást. Helyimat ez a felkelésnek, a lázadásnak. Ó, kinyitottam az ajtót. Valami cucca. Ez shotgun round. Is van valaki. Az sincs teljesen magánál, de van mellette pisztolytöltény. Óvatosan közelítsünk, nem tudom melyik ajtó nyitható, melyik nem. Ez mondjuk pont igen. Rohadt sokan vannak, és nagyon sok muníció is van ide betéve. Okosan csináljuk, és nem lesz baj. Itt van repair spray. Stamprodot kellene használnom vajon? Ez van, hogy nem tudjuk, hogy be fogunk-e ide még jönni többet, vagy... Ez az egyetlen a dining room. Oké, jegyezzük meg, hogy itt van valami. Hey, Spectral, nagyon szépen köszönöm neked a másfél évet
Azt a bűnös mindenit. Köszönöm szépen. Hogy vagy, Mizu, mesélj. Köszönöm, köszönöm. Hát én azt lehet, hogy lelövöm. Eddig jó. Jó, jó, jó. Négy round volt. És itt kettőt vettünk fel. Hát, nem tudom, hogy megérte. De az biztos, hogy ide be kellett mennem, úgyhogy ne... Oké, kell az Adlernek a modul, amelyik világít, a modulja. Ide nem mehetsz be. Ide nem mehetsz be. Ide bemehetsz. Akkor erre kell, hogy legyen. Ott áll szemben valaki. Kicsit erősebbnek tűnik, mint amiket eddig megszokhattunk. Shuttergate handle-ra van szükség. Ez nincs mese, ezt nőni kell. Pedig jó. Ennyi hely van nálam. Pisztolyan móból még van kettő. Majd de remélem, hogy megtalálom itt Adlert. Ennek balisztikus shieldje is van. Ez a hetedik emelet. Átmegyünk itt jobbra. Nem lehetne itt egy mentő szoba? Bocsánat már, de... Háromból nem elég? Na, négy kellett bele. Fogy a töltény. Nem jó. Hármat találtam a helyére. Vagy négyből kellett. Figyelmeztetnek, már mindjárt megdöglöm. Márton napi bolondok háza. Én most van Mártonok napja. Ne csináld. Azt a nem jóját. És... Az van ott is. Márton nap. Anglilladában. Vagy direkt magyaroknak készül a mindenféle kacsa étel. Lúd meg gácsér. Szóval azt szerint mi a helyzet, hogy vagy? Te Star Unitról van. Ha, tehát ennyire jól lőnek, ott balra lehet látni. Ez itt a vadász. Tehát van egy vadász nevű replika is, értem. Ó, ezzel nagyon nem akarok mit csinálni. El tudok menni itt fönt felül? Nem, csapdába vagyok esve, mert ez ide bejön mi. Nem, visszamegy. Francba. Protektor Verwaltung. Mit jelent? Lassan megy, lassan. Tökéletes. Te vas siraka? Mi a szar történik ideben? Ez mi? Jézusom. Stirb. Mit jelent az a stírb? Ezek meg vannak őrülve? Nem tudok lőni rájuk, mi? Gib auf 168 féle? Mi volt ez? Miért kapcsolt be a rádió? Ezt kinyitottam, most kimegyek. Ez a lépcsőre fog visszavinni, vagy létrára. Miért kapcsolt be ez? Érdekem volt Mártonnap, nekünk egész hétvégén van, magyaroknak is, meg mindenkinek is. Én nem is tudtam, hogy ez... ilyen világűr utazás. Kauciót azt azért befizetem. Jó, és akkor van 8 töltényem, meg még 2. Nem, ez revolver, ez meg shotgun. Mit tegyek? Jézusom. Itt áll a benga, lehet, hogy be fogom nyomatni. Hát ide valahogy be kell pedig mennem. Két rádió, 161-es, meg 227-es. Mit tegyek ezekkel? Meg fogok halni, hogyha itt maradok benne, vagy mi van? Warum ist... Mit miért? Warum bist du... Miért vagy itt? 161? Adok rá hangot. Ez nem segít. Ezek meg vannak hűlve. 157. Az se jobb. Nem bírják ezt a hangot? Gib auf. Mi az, hogy gib auf? Minél közelebb mész, annál hülyébb minden. Jézus, de király ez a játék. Micsoda ötlet. 110.
Nem bírják ezt a hangot? Lehet? Stírb. Most kellene lőnöm rájuk? Szart csináljak. Ó, nem tudtuk, hogy melyik az, ugye? Beszarsz ezen a játékban, zseni. Ez micsoda volt? Van egy kulcsuk a festményen. Lenyűgöző. Mármint úgy tényleg rohadtul lenyűgöző, de király. Egy festmény egy kulcsukkal. Tiszta Resident Evil feeling. Visszahozza a retróságot. Jó. Ez nem tudom, hogy milyen állat volt, de nagyon durva volt. Szevasz, Randy Boy, mi a helyzet? Kéne mennünk balra. Itt akkor feltételezem, már túl sok mindent nem fogunk bent találni. Ott van egy... az nem tudom mi ott, az a Rolling Shutter Gate előtt. Oda, ja, de oda kell a Rolling Shutter Gate, nem tudom milyen húzigáló, Paternoster, Looping Lift, azt fent fogjuk megoldani. Star Dorm. Itt laktak a sznárok. Mármint, hogy a... Oh, shit. Falon keresztül nem verhetsz meg, nagyon helyes. Minden kamera minket figyel, nem tudom látjátok-e. Ittam és mulattam rendesen? Na miért, mi történt? Ne csináld, csak nem valami jeles nap van. Magyar étteremnek legyenek magyar szokásai, mint a külföldiek ismerjenek meg. Szokott népzeni és táncos este is lenni volt, hogy adnánk az ételeket, mondja a pincér, és most mindenki táncol. Az igen. Ja, hogy annyira nagy volt a buli odabent, hogy vittétek volna ki felszolgálni az ételeket. De te, micsoda? De te nem szok... Ja, igen, mert hogy a pincér mondta. Azért mondom, hogy te nem szoktál felszolgálni, nem? Te csak a... Te csak séfkedsz. Bál... Márton napi... tolfosztó bálon voltunk. Tolfosztó bál? Aztán mit kellett megfosztani a toltól? Az igen. Olyan dolgokat meséltek, én csak itt izé ülök, aztán nyomom a játszást. Most már 9 órája megy a stream, úgyhogy lehet, hogy lassan abba kellene hagynom, hát mégiscsak emberek vagyunk, hogy mi a szar. Néha még én is pedig megkérdőjelezem magam. Oda nem tudunk bemenni az Adlerhez, kellett volna lemenni a 8-asra. A 8-as viszont nem tudod kinyitni, a 7-es nem vezet le, akkor most hol van a megoldás? Most 3 szinten át kell gondolkodnunk. Szerintetek hol van? Libákat elmételik 17 falunknak volt éveste. 17 falunak volt az év, és akkor összejött 17 falunyi ember? Mekkora falvak ezek? Mert fekete macska vagy? Dehogy nem. És azt akarod megfosztani, hogy mi is? Shutter Gate-nél? Én emlékszem, az volt Shutter Handra. Az a izé volt, a Ivánnak a kedvenc könyvébe volt benne ezt. Emlékeztek arra? Ó, a rohadalom már megijed, ez a bajom állat. Megvárjunk, amíg megnyugszik. Gondoljuk át az életünket. Stamprodból van 2 revolver, shotgun. Shotgun kellene használni. Szar helyen van. Te géten nem tudsz átmenni, látod? Nem tudsz átmenni. Shutter gate handle kellene hozzá. Itt azt hiszem, hogy megnéztem mindent. Így csináltunk mindenkit. Az most jön. Ide estem le, azt hiszem. Ó, szarás. Nek ügyel le. Há, na jó istennek. Ez micsoda? Auto injector. Jó, elviszem. Baj lenne, majd felhílel bennünket. Lehet, hogy hagyni kellene minden healinget és csak is auto injectorokkal működni, nem? Hát érted, amikor bajba kerülnek, akkor felnyomja, aztán csá. Egy repair sprayt is felvettem. Így már mindenféleképpen szükségem van egy... olyan szobára, ahol lepakolhatnám a felesleges cuccokat. Hát ez meg rohadt sötét. Jó, jó, oké. Achtung, Achtung, van oda írva. Ott nincs semmi. És hogyha itt mész fel, akkor itt azért még van egy más repair, az például van. Nem lehet, hogy az ott a handle? Nem tudok jobbat. Megküldj le. Száj voltam így elintézni, és nem tudok újra tölteni. Ez ugye a handle. Ez a fuse a Paternoster rendszerhez, értem.
Azt mondja, ez a nagy feszültségű biztosíték. Jóvá hagytuk a rendelésre, de a replacement, mondjátok már, amikor valami elromlik, és arra küldenek egy replacementet, egy pótalkatrészt. Jóvá hagytuk, igen. Jó, Falke különösen azt kérte, hogy a lift rendszer priorizálva legyen más javítások, tehát aznak a javítása más javítások elé essen. Oké, amint lehet, tedd oda vissza, aha, mert ez egy nagy para mindenki számára, hogy nem tudnak ezzel dűlőre jutni. Auto injector, nem fogom tudni pisztolyomba. El kéne dobnom a pisztolyt, Frankón. Revolver ammót le lehet tenni. Destroyolni lehet. Fuck. Hát a repair sprayt azt felveltem legalább. Kites? Ha várja a felszabadítást. Mit csináljak? Kettő csicskát lelőttem. Nem kéne ebbe a szobába visszajönnöm. Mit tegyek? Hol tehetném le? Álljunk meg. Hol van ezen a szinten? Itt nincs sehol. Itt nincsen nyugi szobánk. Protector Office. Ott meg rohadt sötét van. Csak is egy magasabb szinten lehetnénk. Hogy lehetne szintet váltani? Aha, ez a B6-os. A B6-osban sincs olyan, úgy látom. És akkor még fentebb a B5-ben lenne itt. Hogy jutottunk le a B5-ből? Hogy jutottunk le? Flood overflown? Aha, az úgy néz ki, hogy ott minden. És az 5-ösig felmászhatok. Itt az idő, hogy elmenjünk oda. Lelöktek? Nem. Az 5-ről a 6-ra nem. Gyalog mentem ezek szerint. Nekem nem a Winnetou a kedvenc könyvem, hanem az isztambuli szerető Büdi Kamillától. Büdi Kamilla az nem valami kitalált személy? Alapfalvak, cinkot a keresztúr, csömör, ecser, sári kis tarcsa, nagy tarcsa, kerepes tarcsa, szent kereszt, csomád, pilis, de még lehetne sorolni, kis össznépi mulatság, beszarsz. És akkor ilyen buszokkal szállítják a falu népi lakosokat? Az ötös az itt van. Hihetetlen kitaláció. Remélem, hogy jól érezted akkor magad. És tényleg, és buszok viszik, buszjáratokat indítanak, hogy az összes falu a környékről összejön. Ez egyébként egy hatalmas nagy dolog. És akkor összedobják a kis pénzeiket, meghívják a Rúzsa Magdit, meg ilyenek. Szerintem rohadt király lehet. Én biztos, hogy nagyokat buliznék, bulájoznék a durvába. Ezt berakom oda, azt is berakom, a shotgunt is berakom, az nem is fér be, de hogy nem befér. Auto-injector bekerül, stamprod, jó, healing az mindenképpen kerül be. És már 7 darab repair spray van. Úgy érzem, hogy egyre kevesebbet sérülök, miközben egyre, hogy a muníció. 5 darab lövés, azt mondja, hogy mennyi van még a shotgunba? Shotgun rounds, ez 18? Nem 10 vagy 18. Jó, oké, elveszek valamennyi 10-et, jó? 10-et viszünk magunkkal. Lemegyünk a fuse-ért. Vagy buliznál, vagy megbicskáznának? És miért mondod? Azért, mert faluhely még nem biztos, hogy agresszívak az emberek. Batyús bál, mindenki viss hülteket, sütiket, bort, pálinkát, vendéggel látjuk egymást. Menj már. Tök jó lehet. Hát én nagyon régóta nem voltam, ezt nagyon sok éve nem voltam, úristen, nem is tudnék visszaemlékezni rá, hogy mióta nem voltam én, mint vendég, akárhol is. Nem is tudnám megmondani, hogy mikor volt, mint olyan én vendég. Azt mondták, hogy nagyon jó vendég vagyok, mert nem fogadok el semmit. Mindig szerettek a annak idén osztálytársak haverjainál. Anyukák kedvence én voltam. Hát nem is csodálom persze, hogy ki lett volna, hanem én. Amikor más nem volt ott, ugye. Szerintem még egy ellentebb voltam. A fuseboxot akkor felhozzuk. Lentebb, ugye? Egy szinten én is úgy érzem. Az ötösről lemegyünk akkor még lentebb a hetesre. Itt megyünk be, mert ezt unlockoltuk. És akkor innen az meg felkelt. Ezt nem kellett volna termittel begyújtani? Jó, akkor gyere. Nagyon nyomja. Ezt még nem küldtem le? Nem is kell, tudod?
Jobban járok, hogyha elkezdek szaladni. Várja, várja, várja. Itt volt valahol lent, talán ebben. Tökre nem. De ne kelj fel, Plash. Nem, nem, nem. Itt balra volt. Balra, emögött az ajtó mögött. Van nekik fegyverük is. Mindegyiknél van valami nem itt volt. Mindegyiknél van valami szar, de nagyon nehéz megmondani, hogy kinél pontosan mi. Szevasz, Szifikén, Mizu van. Csiraka is csak beköszön, de ő sem mondott semmit. Mi van veletek? Mondjatok már valamit. Hogy vagytok? Fáradtak vagytok, jó vagytok. Budisztatok. Megtörtént a szüreti bál. Nem volt semmi, amit felvettem volna. Nem. A leborult asztalon már nem volt semmi. Így se nagyon. Oké, menjünk tovább. Szarú, de büszkén. Na most miért mondasz ilyet, Szifikém? Hát látom, hogy nyomod a csajokat mindig ízét a Twitch világába. Hát mindenhol ott látlak. Stardorm. Na, menjünk jobbra fel. Menjünk akkor fel, vigyük fel a Paternoster rendszer javító készüléket. Kicsit ez a maradi. De mi? Kicsit ez maradi, ami rohanó világban mégis megvan a szépség, amit több száz idegen ember egymás jókedvét igyekszik megteremteni. Ez olyan szép, Randyboy, ez egy gyönyörű dolog. Igazán, igazán hű vagy most a nevedhez, tényleg úgy tűnsz, mint egy Randyboy. Hogy ilyen szép dolgokat őrzöl. Metál, ez királyság, tetszik. De mindenhol, Szifikén, mindenhol. Nincs kivétel. Itt van szerintem ez az a szoba. Igen, ide a fuse beillesztem. Jó, betettük, és akkor most 120 volt, 230 helyett, nem? 800 helyett meg 120, akkor most mi a feladat? Elkapcsolgatok én mindent is. Itt nem lehet nagyon mit csinálni. Hála jó Istennek, én nem értek a villanyszereléshez. Aj! Aha, az most 980, 420. Itt több az ellenállás, ugye? Ez kettő ellenállás, ez megtolta nagyobb így a feszültséget. Tehát teljesen logikus, én értek a villanyszereléshez. Azt a bűnös mindenit, hogy lecsaptam egyből? Egy kicsit sok volt ez az átjátszó szerkezet. Várjál! Ezeket azért betöltöm, és most megyünk át a kettesre. Jó, ez már közel helyezi, és most egy utolsó tolás. Kész. Nem? De ez így jó lesz. Ha ez annyit tol, amennyit rátol, látod? Ide írja ki a számokat. Akkor mi ez a 2-3-4? Én csak vezetni tudom az áramot magamon, hát nem csodálkozom ezen. Azt mondja, most hogyha ráadnék még 120-at, meg 120-at mind a kettő oldalon, akkor lenne meg a csoda. 120 és 120. Most. And it's done. Nem. Nem. Ez foscsi egy kicsit, kicsit foscsi. Várjál, várjál, vegyünk le ebből. Hopp, hopp. Ugye? Érkezik azért a segítség, én már látom. De ne csap, mert megőrülök. De ez is, ez az, ami a legnagyobbra rakja fel. Itt olyan feszkók mennek már. Ha látod, ez az, ami iszonyat, tehát a négyesnél nem használnám. Aha, ez egy kicsit, hogyha ebből mínuszba tudnék tenni. Tehát ez az, ami a fentit megtolja, az alsót meg nem. Tehát itt átellenben vannak a számok egymással. Tehát 100-at kell levenni, meg 10-et. És kész is van. Ennyi. Én egyből megszámoltam, hogy mi van hol. Ez itt gyakorlatilag a mínuszjel, ez a pluszjel. Ennyi. Látod a Pater Rostert? Hogy működik? Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, nagyon egyszerű kábel volt. De nagyon kedves, hogy gondoltok arra, hogy biztosatok tovább, hogy ne hagyjam abba az életet. Tehát akkor ez most mozog. Na, a 8. szinten, nem, a 7. szinten le tudok menni. Paternosterrel a 8-asra. Ezt most le kell hagynunk okosba. Itt lehet valamit felvenni? Nem, pedig volt olyan, ahol itt be lehetett nyúlni az egyik ilyen... meg lenne a kulcs hozzá. Itt volt az a furcsa lény, ugye? Ide meg van majd egy kulcsuk, amiben be kell illeszteni egy szuper kulcsot. Nem tudom, hogy mi halt itt meg, de nagyon büdös van. Oké, semmi baj, ez normális. Tovább, 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 nem kell nekem mindennel megállni, megküzdeni. Ott mozog a rendszer, látod? Lefele megyünk, fel ne kelj. Ott megyünk le. Kijöttünk a 8-ason. Na itt van az Adler, akinek van egy világítása. Ott van valaki enemy.
Ez a Shattergate handle, ezt el kell vinni egy szinten magasabbra. És itt mit találunk? Ez a Falcon replikának a leírása. Azt mondja, hogy ez csak a parancsnok szemei, ez bizonyos, bizalmas információ. Azt mondja, hogy az Aeon Facility Protector erőinek a parancsnoka a feje. Ez egy erőteljes prototípusa a biorezonáns Falke egységnek. Egy olyan fennhatóság, amit soha nem lehet megkérdőjelezni. A Falke egység nem csak parancsnokként működik itt a protektorok, tehát a védelmezők között, de majdnem egy istenszerű lény is egyben. Hoppá! Aha, és ez csak aláhúzza az ő, de kiemeli az ő magas testfelépítése. Aha, érdekes. Aha, és akkor van egy bioresonance modul nála, egy erőteljes prototípus ez is, ami nem csak azt engedi meg, hogy a gyengébb elmék akaratát törje meg, és formálja a szándékaikat meg érzéseiket, de még azt a képességet is megadja, hogy manipulálja távolról a tárgyakat. Mi a szar? Azt a mindenit, itt telekinézis meg minden? Ott felkelt valami, nem baj. És itt alszik? Ő a Falke? Igen. Meghalt? Furcsán békésen fekszik ott, ahogy látom. Ez mi? Ez egy nehéz doboz, ami úgy van dizájnolva, mint hogyha egy huhogány lenne. Kisebb lyukak vannak a tetején, amik hangszórónak tűnnek. Vagy egy mikrofonnak. Ezt akkor le kéne játszanom. Lehet, hogy rádió működik? Reaper Spray plusz 2-es jöhet. Szeria, összekövetést üdít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Nagyon-nagyon sok minden van itt, amit fel lehet venni. 10 mm-es ambot nem is vihetek innen magammal. Az állapotunk teljesen jó. Repair spray a sok, az nem kellett volna, ez mi? Ez Falkének a naplója. Nem tudom, hogy meddig bírok még tovább. Meddig bírom még tovább? Uh-huh. Nem akarok többé élni úgy, amivé változtam. A vörös szem a kapu mögött megmutatta nekem. Nem, megérintett, megmérgezett. Úgy érzem, hogy... Aranzó, köszönöm a 37. hónapot! Köszönöm, köszönöm! Nagyon kedves tőled, mi a helyzet, hogy vagy, játszottam már ezzel a játékkal? Szóval, mint hogyha az elmémet egy másik személy emlékei megfertőzték volna, mint hogyha az elmémet így bedobozolták volna. Többé már nem vagyok teljesen saját magam, de teljesen nem is váltam valaki mássá sem. Csapdába estem itt, ő és saját magam között. Félig megformált álmok és emlékek hatolnak át az elmében, az agyamon. Aha, és ezzel ez minden tettemre hatással van. Ki lehet ő? Egy nőre gondol. Ki a fehérhajú lány? És miért szeretném annyira látni őt újra? Miért átkozna ő így el engem? Érdekes. Szia Muad'Dib, mi a helyzet? Szerintem itt nekem... Le kell játszanom valamit a receiveren. Hét, kilenc... Nem. Az valami más. 7, 9, 8, 3, 3. Mit? 3, 1, 8, 0, 1. Na, ezek random számoknak tűnnek. És hogyha hagyom, hogy ez itt menjen. Nem segít? Ki kéne nyitni pedig, kellene az a kulcs belőle. Valamelyik frekvencia tudja, hogy kinyitja.
Nem játszottam, de egy ideig biztos nem is fogom, mert Skyrim, nagyon helyesen teszed. Esetleg most valami? Nem? Ocsi. Valami itt is volt. Itt. De nagyon halkan lehet csak hallani. Na jó. Majd erre rájövünk később. Elnézést, hogy itt elidőztem vele. A Stamprodot még elvisszük magunkkal. Paternosterrel felmegyünk. És akkor... beillesztjük a helyére. Ezt el kéne olvasni. Ez a Falker. Aha. Falcon. Azt mondja, hogy totál golyó visszaverő. Ezt már elolvastam. Az ő test felépítése. És ez micsoda? Az ott Mina, aki az előző boss volt. Tudod, ott bent lehetett látni az arcát, így lehajtotta a fejét és elkezdett ömleni a vér, aztán rácsukódott a... az a felszerelés, nem tudom minek nevezzem, az pedig ott Adler. Adler volt, aki lelökött bennünket. Arról hát mindenit, akkor meg kéne ölnünk ahhoz, hogy megkapjuk a fényben látás, vagy a sötétben látás képességét. Replika ismert problémák, harmadik rész. Ez csak a parancsnoki, parancsnok olvashatja. Szóval az előző tapasztalataink ezekkel a replika modellekkel kicsit jobban, nagyobb belátást engednek nekünk, hogy milyen furcsaságok vannak a viselkedésükben, ami pedig az eredeti neurális mintázatokból ágazik le, amit ezekhez az egységekhez használtak. Köszönhetően az ő érzékeny, tehát ennek az információnak az érzékeny természetének ez a dokumentum elolvasás után meg kell, hogy semmisüljön. Ez itt a MNHR Mina. Azt mondja, hogy extrém stabil az ő idegi mintázata, nem tudom, neurális mintázata. Keveset kell tenni ahhoz, hogy a minákat boldogan tarthassuk. Jól kijönnek a többi modellel, köszönhetően a néha ilyen kicsit alárendelt, néha anyáskodó személyiségnek köszönhetően. Nem úgy, mint a többi modell, a persona stabilizációhoz nekik nem kell naplót írniuk. Érdekes. Kisebb kitömött állatokat oda lehet adni, mint fétis tárgyak? Hoppá. Habár, hogyha a macskákról beszélünk, tehát macska plüssökről, azokat el kell kerülni, mert lehetséges, hogy újra felszínre törő emberi memóriák fognak majd előjönni. Nem mondod, hogy az összes robot, az összes replika emberi emlékeket kapott, ilyen nem teljesen mesterséges emlékeket, és akkor ezek szerint a Falkernek a fehér hajú lány volt az emberi önmaga. Beszarsz, ez nagyon király, tetszik. Ez mondjuk pont egy ilyen kicsit ilyen szárnyas fejvadász téma. Sok robotom meghűlt, közben keresik társunkat, akivel lezuhantunk. A társunk az volt az ember, ő a gestalt, mi pedig vagyunk a replika. Tehát minden a távoli jövőben van egy nemzetnek nevezett, nagy politikai hatalom, ami kicsit ilyen totalitáriánus és totálizé, elnyomó. És a naprendszernek a szélére küldünk mindenféle hajókat, ahol, hogy mondjam, tehát olyan létesítményeket raktunk le különböző bolygókra, naprendszeren kívül, ahol ilyen robotmunkások dolgoznak, otthon pedig mindenki totál szarul van, legalábbis ezt olvastuk eddig a feljegyzésekből. Az Adlereket legjobban, tehát hogy akkor dolgoznak a legjobban, amikor egyedül vannak, hogyha egyedül hagyják őket. A saját típusukkal nem jönnek ki jól, általában emocionálisan függővé válnak az ő parancsnokuktól. Az Adlerek nagyon... ezt nem tudom mi az, hogy... susceptible? Nem tudom ezt, hogy kell kérdeni. Bioresonant suggestion. Mindegy, a lényeg az, hogy... szuggesztió.
Ez nem tudom micsoda. Amit az, azon kívül, hogy ajánlani valamit. Suggest, ez persze, ezt vágom. De hogy nincsenek valamilyen olyan, hogy biorezonáns ilyen izét, tehát mint amit a vezetőt csinált, tudod, mert képes egy modulon keresztül valahogy hatni az elméjére, és akkor emiatt őket elég egyszerű irányítani. Habár nagyon könnyen elunják magukat, és újabb fétis tárgyakra van szükségük, stabilizálhassuk őket, értem. Érdekes. Ajne, ott volt egy ilyen szar, és nem vettem észre. Fuck, bocsánat. Elnézést, nem láttam, hogy ott van. Kaucióba egyből bementem, nem baj. Van egy repair patch-em. Felmegyünk egy emelettel. Bár lehet, hogy a 8-ason nem ártana körülnézni, ha már lejöttem ide. Megnézzük, hogy találunk-e még valamit. Ez micsoda? Ó, ezek a többi bolygók, ugye? A nap körül kering. Azt mondja, itt van Bujan, Rotfront, Vineta, Kites, Heimat és Leng. A Heimat bolygó körül vagyunk mi. Értem. A Leng bolygón játszódik a történet. Érzékenyek a biorezonanciális befolyásolásra? Gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz a mondat második oldalából. Köszönöm. Ide kell a könyvtár kulcs. Most aztán rengeteg kulcs és minden is kell, hogy megfejtsük a történet hátralévő részét. Az Adlertől muszáj megszerezni a zár, vagy a fény cumót. Az baj, az nagy baj. Nincs is betéve fegyver nálam. Stamprodoljam? Nem stamprodolhatom, mert nem az van nálam. Aha. És ide meg a hummingbird kell. Fucking hell. De nem ölhetsz meg. Mert van nálam repair spray. Hummingbird kulcs. Jó, megszerezzük azt is, csak tovább megyünk itt éjszaknak. Kell nyitni az ajtót balra, hogy tudjunk tovább menni majd. Ide toltak valamit. Itt szar az ár. Meg kellene nézni ott fent a hallway-t. Várja, túl sokan vannak. Nem jó. Elég jó. Két skúlóba került, de mit tehettem volna? Lehet, hogy tök hülyeség volt. Mégiscsak bemeltek ide is. Itt van valami. Flashlight modul, ne! Hát persze, hogy felveszem, és egyből sötét lett ide bent. Na jó, hát akkor megérte itt totál átvizsgálni mindent. Akkor ezt a flashlightot kell felvennem. Stamprodot majd letenni. Kevés volt az a muníció, amit találtunk, úgy tűnik a shutter handle-t, azt fel kellene vinnem. Benézzünk ide, jó? És megnézzük, hogy mit látunk. Hogyan láthatnék itt? Ó! De király! Nagyon tetszik, nagyon jó. Ez micsoda? Kettő darab shotgun round. Vagy semmi sem. Ezek itt a... szuper fegyverei a nemzetünknek, a Falcon unitok. Aha. Ide kell az Eagle Key. Mindenféle madaras őrület lesz majd. Nem, ez nem, ezt már olvastam szerintem. Az Adler arra van kitalálva, hogy a Falcon unit ott szolgálja. Aha. Elvégez a szükséges számításokat és papírmunkát, mindent értek. Remélem, ez nem fog lemerülni itt rajtam. Ide nem mehetünk be. Ez a festmény, ez nem sokat segít, benézünk ide. Hú, ez a 8-as, ez egy lift. Mineshaft access. Oké, kellene az igazgatói kulcs hozzá, hogy leívhassam. Örülök, hogy itt már nem kellett belefutnom semmibe. Itt lehet, hogy sok töltényt használtam el. Annak érdekében, hogy itt nyomulhassunk. 8-as, tehát ki van nyitva, a 7-es minden bizonnyal ki van nyitva, ugye? Igen, kinyitottam minden emeletet. Akkor most azt kellene megtudnunk, hogy melyik emelet volt az, ahova ez a handle kell. Ide jobbra kell. Végig kell, hogy menjek itt ezen. Ezek vakok, ha minden jól megy. Szerintem túl közel merészkedsz, egyből tudni fogják. Ez meg már megint itt van. Stunproddal lehet?
kaucióba vagyunk, el kell használni a healinget, stamprodot betesszük. Pusztuljál te majom! Jó, ez megvolt. Flashlight modul vissza. Szavasz Blues and Bullets, hogy vagy Mizu? Ide betesszük a Shattergate handle-t, és nézzük, hogy mi lesz bent, hogyha ide bemegyünk. Ó, egy mentőszoba, na ez rohadtul kellett már. Hála jó Istennek. Ennek örülök, ez király, a stamprodot most le fogjuk tenni. A shotgun roundokat tartani kellene, a repair spray az lejön, egy darab repair patch elhasználásra fog kerülni, hogy a kauciót egy kicsit lenyugtassuk. Meg be legyen fizetve minden időben, úgy. Mi ez, ami még van? A fotomodult, azt a fotózásra lehet használni, hogyha az ember szeretne megjegyezni ezt, meg mást a játékban. Vagy egyes más, nem tudom. Revolver, ammo, pisztoly, shotgun round, és itt van 8, meg ott is van 8. Akkor mégiscsak sok van, csak annyi, hogy ha nem vetted ki a 20-at egyszerre. Ez rólunk szól. Az EU-lékról. Szimpla, univerzális, könnyű replika, uhogány. Negyedik generáció, alacsony költségű, mindenfajta célra használható, 175 centi magas. Ennek nem, ennek nincs páncélzata. EUR unitok, aha. Ezek a munkaerőnek a gerince maga, aha. Ezt olvastuk már, nem? Szerintem olvastuk már. Mi van itt? Ez mi? Ez egy videókazetta? Nem, megvan a huhogánykulcs. Jaj, de menő! Befejeztem a szép új világot. Engem sokkal jobban megfogott a disztópia témában, mint a 84. Ez tök érdekes. Érdekes. Miért, ha megkérdezhetem? Kapunk egy mentést ide. Szerintem a kettesre mentek rá. Mi hallatszik a háttérben? Ez valamelyik... szerintem ez Beethoven. De nem hiszem, hogy a holdfény szónálta volna. Nem, ez valami más. Nem tudom, ti hallottátok, hogy mi szólt? Biztos ti felismertétek. Itt szara... Aha, várjál. Owl. Menjünk feljebb. Ez itt még fekszik egy picit. Szerintem ide kell valahová. Talán nem a Paternosterhez, hanem ide. Aha, de biztos, hogy ez a hetedik szint? Nem, szerintem föntebb van. Ez jó szar, hogy itt mindenki magához akar térni minden áron. Talán az ötösnél van itt. Ez is fel akar kelni, nagyon jó. A középső terem lesz az szerintem inkább. És ha itt átmész, itt rohadtul nem akarsz átmenni. Ott van valami, ami ott világít. És ahhoz, hogy oda bemenjek, ezt a hármat ki kell cseleznem. Workshop key, aha. Ez itt elromlott ez a zár, az se túl jó. Több termitet kellene elhasználni, csak még nem tudom, hogy mikor, melyiket érdemes, hogy hol, tudod. Leugrunk itt egy picit. Jó, ott balra van egy enemy, de azzal nem foglalkozunk. És akkor szembe kell, hogy legyen az owl. Talán ez. Nem ez volt az. Itt voltak bent ketten, örüljünk, hogy még mindig fekszenek. Ott balra már felkelt ez a csicska. Melyik volt? Akkor mégis csak a 8. emeleten van. Ne csináld. És a 7-esen, akkor itt biztos, hogy nem lehet, ugye? El kell mennem a fákét keresed? Nem. Hanem azt a... ahová a izét kell betenni. Hát tudod. Owl key. A huhogány kulcs felhasználási módszerei. Én szerintem itt kell, hogy legyen. Egy szinttel föntebb. És vezet bennünket a játék. Tehát minden megvan. Itt ez nem lehet. Ott van. Jobbra végre megtaláltam. Érdekes, ez egy ilyen alvóterem. Stamprodot felveszem. Nem tudom, miért nem használtam eddig. Oilen leader. És ott van egy bagoly. Mi ez?
Ó, ez egy hordozható audio kazetta lejátszó. És van egy kés mintázott a izén. Nem, bele van döfve egy kés a hangszóróba. Aha, miért? Valaki nem akarta hallgatni itt, ezt tovább attól tartok. Ez pedig az elromlott zenei kazetta, amit felvettünk. Mire való vajon? Lehet, hogy le kell játszanom valahol. Ez mi? Repair patch, az jól jön. Még mindig kaucióban vagyok, úgyhogy ezt el is használom. Nem volt valami lejátszó valahol? Nem emlékszem rá, hogy ilyen... videókazetta lejátszó biztosan volt. Ebben nem vagyok biztos, hogy ilyen... ilyet találunk. Itt a környéken legalábbis nem emlékszem rá. Most már nominal lett az állapot. Flashlight, stamp rod, shotgun round. És egy kazetta. Nincs a kazettára valami rátéve? Ezt szerintem kombájnolnom kell valamivel esetleg. Ajaj. Nehéz. Várj, gondolkodjunk. Ez volt az, aminek az alján itt hárma vannak, és ott van bent valami. Ez nem túl jó, hogy ez ennyire jön. Itt tudom őket cselezni? Beszarsz, de ki tudtam! Nagyon metál, jaj, de nagyon jó! Ott van. Auto injector, basszus. Nem azt akartam volna. Azt hittem valami küldetéstárgy lesz ott. Hát rohadtul nem. De nagyon szép volt a kicselezés, tök szerencse. Oké, most akkor nézzünk körül újra. Van még egy auto injectorunk. Felmehetnénk a... lemehetnénk a hetesre. És itt a hetesen, elméletben van most már egy mentőszobám, ugye? Igen, a piano room. Nem létező éveket használtam. Körbeautóztam. Tegyünk le egy-két dolgot, ami nem fog kelleni. Hát ez a broken set, ez biztos, hogy nem. Ezt tegyük oda le. Azt mondja, auto inject. Oh fuck, beraktam a shotgun-t. Gyere vissza, úgy. Stamp rod, szerintem bemegy. Hát egy termite-ot kellene még magammal kivenni hármat, nem? Jaj, ami szemben most már be kéne gyújtogatni. 1 óra 32 van, úgyhogy idáig mentünk ma este tovább. Remélem, hogy tetszett nektek a mai móka és a kacagás. Szerintem marha jó volt a mai rész is. Nem pontosan látom most, hogy mivel és hogy hová kell tovább mennünk a játékban, de igyekszem majd rájönni. Stamp rod. Hát ez az egyetlen dolgunk, ami ilyen használható dolog lenne. Az a kazetta lejátszó. Ez meg valami örökkön át való tartás. Filmet még nem is beszéltünk. Jó, beszéljünk filmet, én addig itt elmászkálok, és most jövök rá, hogy most tudnék benézni, persze, hát a fény. Fényre szükség volt fent az 5-ös szinten. Ezért lementem most a 8-asra. Beszéljünk meg egy filmet. Neked van ötleted? Akármi is lehet. Én már elfáradtam, mert most már 9 óra 43 perce megy a stream, szóval... Én köszönöm szépen, de nekem mára bőven elég lesz. Owl key. És itt mi van még? Ez shotgun round? Nem, ez 10 mm-esből 3. Én elviszem, nem fogom itt hagyni. Falke az a félisten. Ott fekszik. Fentartják valami gépek. Emberi emlékekkel rendelkezik, és elkezdtek törögetni fölfelé ezek nagyjából benne. Rémálom az elmúlt számban maraton? Simán lehetne ilyen retro horror maratonunk. Én nagyon tetszene. Fú, egyszer csináltunk ilyet régen, és akkor megnéztük az első Halloween-eket. Aha, várjál, itt még nem lehettem bent. Meg az első rémálmokból kettőt. Nem is Halloween, mondjad már, péntek 13. Ketten vannak benne, mit tegyek? Nincs rám a shotgun, basszus, hátba vert. Ott van bent valami, az állapotunk stabil, a shotgun-t kézbe veszem. Most lehet muszáj lesz. Itt nem kell őket permittel meggyilkolni.
Asszus. Jó, hárman vannak, akkor most már mindegy, már menj négyen. Vedd azt fel. Shotgun round. Ez a Stork-nak a leírása. Jó vagy meg, Mokibot? Semmi baj, semmi, hát látod, én is izé totálisan rajta vagyok. Megvan. Fel kell? Fel kell a rohadt. Jó, inkább legyen megölve, csak... Ó, kurva! Ugye, hogy meg Dangerban vagyunk, minden rendben lesz. Inkább legyen megölve, mint hogy itt, itt felejtsünk egy itemet, hogy valamit esetleg ne vegyünk fel. Lehet, hogy felesleges volt őket lelövöldözni. Nem tudjuk még pontosan. Ez itt egy shotgun round, amit érdekes módon nem vettünk fel még az imént. És itt fel lehet jönni. Na, pláne. Itt van egy halott ember. 10 mm-es roundok is vannak. Itt van még 12. Ez a revolver ammo. Az repair spray, és nem tudod felvenni, tehát nem tudod magadnak beadni, pedig éppen igény volna rá. Remélem, hogyha visszajövök ide, akkor ők már nem lesznek itt. Mármint, hogy de, csak hogy alva, értitek? Csurom, vér lett a padló. Töltsünk újra. Hogy állunk? Azt mondja, shotgun round, pisztoly, revolver, az ott 7 darab, termit, flashlight, nem tudok egyszer mit kidobni. Semmi nincs nálunk. Ebben felmehetnék egy szinttel föntebb, ugye? Ez mi ez a terem? Ide kell a izé, hummingbird, igen, az jó. És ha itt felmegyünk, akkor mi kell ide? Ezek még fekszenek, alszanak. Ez a sasmadár az érdekes módon kinyílt. Ez hogy lehet? Eagle key required. Nem emlékszem, hogy ide bejöttünk volna előzőleg, vagy legalább lehet, hogy nem lát. Ja, de! Ez volt az, ahova feljöttem, levágtam mindenkit, és utána, jó, igen, utána vettem fel innen a madár kulcsot. Jó, az ott a mine, a bánya bejárata, ott volt a lámpa, jaja, igen. Menjünk föntebb, pakoljunk le, a 8. emeleten van akkor a healing, a 7. emeleten van a... gyógyfült, oh fuck me. Ijesztő ez a szar. A mentőszoba. Mielőtt ezt itt balra el kéne, hogy égessem. Jó, eddig rendben vagyunk. Bepakoljuk azt, ami biztos, hogy nem kell a revolver ammo és a shotgun, nem a pistol round. Tehát két tárgyal tudok majd mászkálni, és azzal kell, lehet, hogy a termiteket... Ah, mindegy. Jó, ez így. Hogy állunk? Kaucióban. Akkor rámentünk és elindulunk. Ide mentünk a 2-esre. Mi az Istennek a neve, de idegesít, pedig tudom, hogy ismerem, hát ezerszer hallottuk már. Annak idején énekzenéből oktatták. Ez nagyon jön. Jó, nem tudok elmenni tőle. Van-e másik út lefelé? Ha nem fele megyek, akkor a Protector Office. Oda nem mehetünk még be, mert nem láttam semmit, akkor ez most fog megtörténni. Ja, meg... jó, nyilván. Frankok is újfajta rendszerünkkel mászkálhatnánk. Itt kilakik? Ezek felkelnek fel? Kár, hogy ilyenkor nem lehet rájuk rúgni egyet. Feküdj lettem, majom! Jövünk ki balra, és eddig itt nem láthatunk semmit, csak azt, hogy rohadtul veszélyes környék. Feküdj le! Engedd már el! Jézusom! Megvan. Ki lakik ide bent? Ez bizony egy tárgy. Island Key. Ez a sziget kulcs, amit nem ismerünk még. De kimegyünk a szigetre, ugye beleszarunk mindenki sátrába. Kolibri, az a Management Office-ban van. Az egyik a Kolibriknak bezárta magát a 7. emeleti Management Office-ba, az irodába. Láttam őt és az illúzióit. Bent ültek a szobában, sírtak. Melyik volt vajon az igazi?
Szerintem a festmény miatt van, amikor is... Akármikor közel voltam hozzá, úgy éreztem, hogy annak a szigetnek a képe... ez a festménynek a kép, nagyon jó, a kiskulcsukba beillesztjük, tök jó. Oké, tehát hogy az volt az elmémben mindig. Ez az érzés elég erős volt ahhoz, hogy... Hát az egy hurl. To make me hurl. Ezt valahogy ki lehet iktatni, ezt az átjátszást, valamiféle feedback loop frekvencián. Aha, többféle izét is kaptunk. Make me hurl. Az hányás? Azt nem is tudtam. A lényeg az, hogy van egy control szignál, és azt majd ott használnunk kell. Ez itt a 8 darab 10 mm-es ammó a pisztolyban, ez jót fog tenni. Ez pedig Vineta bolygója, az emberiség bölcsője. Ott áll valaki fenn, de... Mit tehetnék? Muszáj, hogy meghúzzam a ravaszt. Van-e itt még valami? Ne, itt van a Hunter's Key. Hát akkor a warningba benne vagyok már rendesen. Nem lehet volna szabad felvennem. Basszus, itt van még egy kulcs. Jó, gondolkodjunk okosban. Kettőt leküldtem a földre, ugye? Bármilyen healinget találok, ezt nem fogom tudni felhasználni. A healing... jó, mindegy, kitalálok valamit, jó lesz. Hetedik emelet, akkor itt van jobbra a mentőszoba. Nyolcadik emeleten lent van a healing, de rendesen el van zárva. Gyakorlatilag tele van az egész pakkom healinggel, tehát innentől kezdve nem kéne azzal foglalkoznom, hogy azért a healingért elmenjek. Az csak olyan utolsó esély volna. Egy ilyet, nem, egy ilyet veszünk fel, meg egy darabot ebből. Jó, az már túl kapacitáljuk magunkat. Mondjatok nyugodtan filmet, amit szívesen néznétek. Medium Mount, jó. Kiveszik a Repair Patch-eket, ezt a Shotgun, jó. Island Kill Key kell. Tele vagyunk healinggel, nem kell beszarni állandóan. Ez majd szépen meggyógyít minket. És akkor most menjünk el az utolsó kulcsért. Az volt a Hunter Key. Szóval az igazi 5 darab, mi újság ezen a szép késői órán. Egy nagyon-nagyon király játékkal játszom. Nem tudom, ismered-e, szerintem rohadt jó. Mondtam, de skippel veled. Andromeda törzs, 1971-ben nem láttam, jó film? Vagy nézhetjük fel a Majmok bolygójának a folytatásait is, hogyha elkezdtük már. Hunter's Key is bejött, nagyon jó. Akkor most már van kettő kulcsunk a továbbhaladás érdekében, és az 5-ös szinten még nem jártuk be azt a szobát, ahol a... Jó, oké, megvan. 5-ös szinten még nem jártuk be azt a szobát. Álljunk meg. Az ott a dining room. Stardorm. Ahol sötét volt. Megnézzük, hogy hová kell betenni a... Shit. Szerintem ez az. Ez az. Ide kell betenni a kulcsot. Jó. És akkor találtunk benne egy workshop key-t. Nagyon metal. Oké. Workshop key. Egyre jobban tudunk itt haladni. A workshop key használata. Paternoster az megvan. Azzal minden rendben. Menjünk egy szinttel föntebb. Ez itt egy poszt. Ez a postaláda. Ez meg lett oldva. Itt a workshop hallway. Aha, Paternosterrel kell oda mennem. Rendben, legyen úgy. Ez egy szinttel föntebb volt. Na, innen közelebb menjünk talán. Az lesz. Oké, felem kezdhetünk kis pillanatokon belül, ahogy érzed. Nyolcadik hallway. Az északi hallway workshop, az pedig nem itt van. Hatos fele kellett van mennem, ugye? Igen. Itt van a falke dobozzal. Falke doboza, ott akkor még kell valamit csinálni azzal az owl cuccal. Hatos emelet, itt vagyunk lent, a Paternoster pedig. Ez itt a személyes káder. A káder az egy olyan szoba, ahol alszanak, ugye? Ha jól sejtem. És mit jelent káderezni? Nem itt megyünk be. Le lehet menni? Nem, ez be van zárva. Mindjárt meg lesz a workshop key.
Remélem ott is lesz mentőszoba. Azért itt rendesen elaprózták a mentőszobák lehetőségét. Ide nem mentem be jobbra, vagy legalábbis nem tudtam rendesen. Bajos. Körbenézni benne. Jó. Megügyel te rohadék. Hát egy stump rod. Nem, ez egy autoinjektor. És nincsen hely. Akkor mi lesz itt bent? Ide nem mehetünk be, ugye? Ó, hát itt van a lényegi rész. A shotgun round. Revolver. Ez egy... haver. Weapon case. Ne. Nem mondod. A tép kell, igen, az a... Van egy broken cassette. Szerintem lehet, hogy azt tudjuk megjavítani vele. Ez most így jó szar, mert itt mindent is el kell vigyek. Az állapotunk stabil, a termit. Hát a workshop... Jó, használjuk el a workshop key-t, oké? Okay? Ez lén a prioritás, utána majd bejövünk ide később. Jó. Futi, ez az. Mindjárt megyünk majd akkor filmezni, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a mai napon velünk. El is használtuk ezt a kulcsot, én nagyon jól éreztem magam, szerintem marha jó kis játékokat játszottunk, és nagyon sokat is haladtunk előre mindegyikben, kivéve a Hunt Showdownban, ahol 10 meccsből 7-et nyertünk meg, mint egy jó retro Resident Evil. Igen, ez a játék nagyon olyan, és iszonyatosan jó a sztoria eddig. Úgy érzem, hogy a játék 90%-ánál tartunk. Hát én rohadtul nem. Én megnézted? Replika ismert problémák, ez a kettes rész, csak a parancsnok olvashatja el. Ez a Star Unitoknak. Aha, szóval egy általában nyugodt viselkedésük van, mégis egy erős belső hierarchiájuk van nekik, ami nagyon fontos, hogy tehát fontos ezt figyelembe venni, amikor az egységeket ugye tisztek ki léphetjük elő. Hogyha nem azt léptet elő, akit tisztelnek a többiek, vagy pedig alacsony a státusza, az törést fog okozni. Aha. Balhézni fognak, értem. Tehát, hogy ilyen csapatbéli szabályokat alakítanak ki, és ebben vannak ilyen fizikális, tehát fizikai bántalmazások is. Ajánlatos, hogy megengedjük a tisztek számára, hogy legyen nekik katonai fegyverük, amit hogy lehessen nekik olyasmi. Fétis objektjeik. Ah, például a plüssök. Ezzel a personájuk stabilizálódik. Az STCR Storch Unitoknak őket könnyű kihozni a sodrukból. Képezni kell a türelmüket. Még korán. Aha, tehát amikor a fejlődésük a kulcs. És a neurális mintázatot. Ami neurális mintázatuk az gyengébb, kevésbé stabilabb, mint a többieké. Hogyha nem fejleszted eléggé, akkor mi az, hogy volatile? Ez extrém problémás személyiségük lehet, aha, ami teljesen ilyen kegyetlenségeket követhet el, meg erőszakos, meg minden. Általában egy Star Unit-tal kell őket összepárosítani, tehát hogy közel legyenek egymáshoz, a Storch personája. Hogyha fürdik, akkor nyugszik meg. Történelmi könyvek, mitológia, ezek működhetnek fétis objektumokként, beszarsz. Mindenkinek van valamilyen mitalációja. Ide kellene beraknom a kazettát, ugye? Igen, hogyha lenne egy audio kazettám, akkor innen tudnék rádió adást indítani vele, de nekem csak egy elromlott kazettám van, viszont találtam duct tape-et. Na most aztán akkor össze-vissza kell majd mászkálnunk legközelebb holnap este szerintem. Elveszem a 10 mm-es ammót, visszegetjük a cuccainkat. A Hunter's Key-t azt nem tudom, hogy hova. Padlock Key. Padlock az egy ilyen kicsi izé. Vizsgáljuk meg jobban. Mi van erre ráírva? Ez egy kicsi doboz. Postaláda? Lehetséges. Változékony ingatag? Köszönöm szépen. Felmehetnék egy szintet, mert itt a 6-os fölött volt a... What? Hogy kerültem vissza a 6-osra? Ez mi? Nem mehetek fel a 7-essel.
Ja, mert az ott le van zárva. Edlok az alakat, köszönöm. Nem mehetek innen a hatosról balra. Ötre nincsen lift, ja. De viszont balra sem mehettem ki. Ha leugrom itt, az ott még mindig fekszik. Az jó, ha fekszik, nem kell felzavarni. Hadd feküdjön. Szávasz, Lauka, mi a helyzet? Hogy vagy? Szép estét kívánok. Örülök, hogy látunk téged itt a sorainkban. Nagyon sajnálom mondjuk, hogy épp a stream 10. órájában érkeztél, mert így már sajna azért sokat nem tudunk itt lenni, körülbelül egy mentés ideje, aztán csá. Nagyon bejön ez a játék, nekem imádom. A Hunter Key az... Lehet, hogy felmegyünk majd vele az ötösre és megnézzük, hát ha egy postaládát nyit esetleg. Pisztolamot mindenképpen be kell tárazni. Én a termiteket nem viszem magammal, most már látom, hogy egyre csak problémásabb. A shotgun roundok közül talán újratöltés nem is igényel ez az egész. Inkább viszont ki kellene vennem talán az elromlott kazettát, mert azt meg kell javítanunk. Így intézünk egy mentést ide. Miért kell sikítaniuk folyton? Mert ez egy horror játék. Jó, ide a piano roomba fogunk nyomni egy mentést, és innen megyünk legközelebb. Én nem hiszem, hogy a 90%-ánál járunk, mert ez a játék ez ilyen 10-15 óra végigjátszás ügyileg, és azt hiszem, hogy ez a harmadik nekiülésünk talán. Most lehetünk ilyen felénél inkább. Szia, Muladip, jó éjszakát! Jó pihenést kívánok, és jó pihenést, jó éjszakát kívánok mindenki másnak is. Én holnap muszáj, hogy családozni menjek, úgyhogy el kell, hogy köszönjek tőletek, hogyha valaki szeretné ezt a játékot játszani, akkor a Humble Bundle-ra, hogyha előfizet, ebben a hónapban megkaphatja ezt a játékot ingyenesen, hogyha jól tudom, de lehet, hogy már a múlt havi játék volt, mert azt hiszem 28-án jelent meg, nem is tudom pontosan. Meg kell nézni. Az biztos, hogy a Humble applikáción keresztül játszom én. Majd nézek egy How Long To Beat-et, én is azt néztem. Signalis. How Long To Beat. És megkeresem én is, hát ha... Azt írják, hogy 8 óra 38 perc. Jó, hát szerintem azért van még benne mit csinálni. Biztos, hogy benne, hogy én lassabban haladok, mint az átlag, mert csicska vagyok meg egyébként is. Még se ingyenes. Hát 12 euróért kaptam, 12 dollárért kaptam 8 játékot, meg ezt. Úgyhogy azért, ha úgy vesszük, akkor 500 forint darabja a játéknak. Project Zomboidot játszik még egy nagyon kedves vészkorista srác, én csodálkozom, hogy ilyen későn nyomja. Menjünk át hozzá, ha örüljenek játékműveik, jók legyetek, mi pedig megyünk a, megyünk a Discordra filmezni. Sziasztok, jó pihenést, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ciao, ciao!